A tea délután vendégeinek száma egyre gyarapodik. Köszönhető ez az irodalmi szalont idéző hangulatnak, a jó társaságnak és a lelkes előadónak. Márciusban Áprili Lajos költészetének megismerésével folytatódott a múlt idézés. Áprili Lajos a természet költője, és tavasszal a természet megújulása történik, és úgy gondoltam, hogy ő egy olyan költő, akinek a verseiről most nagyon jól tudunk beszélgetni, ez volt az egyik szempont. A másik pedig az, hogy elindult nálunk egy sorozat a múlt idézővel, ami novemberben volt, és ott már röviden említést tettem róla, és úgy gondoltam, hogy a mai nap egy kicsit hosszabban. Áprili Jékeli Lajos néven látta meg a napvilágot a 19. század végén Erdélyben. Boldog gyermekkora volt, édesapja a természet, édesanyja az Isten és az emberek szeretetére nevelte. A két világégés erősen hatott életére és munkásságára. Ebben az időszakban fájdalmakkal és szomorúsággal teli verseket írt. Ő maga ember tudott maradni az embertelenségben. A természetből merített erőt és hitet. A trianoni döntés után bár Erdélyt mindennél jobban szerette, hátrahagyta szülőföldjét, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Ott talált egy darabka Erdélyt. Gimnáziumi igazgatóként nevelte a jövő költő nemzedékét. Fia Jékeli Zoltán is apja nyomdokaiba lépett. Lavotáné dr. Jáger Katalint gyermekkorában érintette meg Áprili költészete. A költészetének azt hiszem, hogy több titka is van. Az első titka talán az, hogy igaz ember volt. Nagy műveltségű és a természetet nagyon szerető, jó ember, a szónak a nemes értelmében. Azt hiszem, hogy általános iskolás koromban olvastam a Március című versét, és ez volt az a pillanat, ami elindította azt a folyamatot, hogy megszeretem Áprili Lajos verseit, és azóta is hűséges és tisztelő olvasója vagyok a műveinek. Áprili sokáig száműzöttje volt a magyar irodalomnak, ma már a klasszikusok közé sorolják. Az irodalmi tea délután résztvevői elhozták magukkal, és megosztották egymással kedvenc áprili verseiket.